Köszöntöm Önöket, ez a Weekend, a Kölcsei TV kulturális programajánló magazin műsora, és ha már programok, akkor mindenképpen elmondanám, hogy szerdától a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban Alföldi Szecesszió címmel egy nagyon érdekes kiállítást lehet megtekinteni. Szombaton napkoron böllérversenyre invitálják Önöket a szervezők, valamint jövő héten Doni emléktúrát is szerveznek a megyében, de nem csak ezek lesznek jövő héten, hanem egy nagyon érdekes, idézek, zenés, lírás, esztétikai desszerttel készülnek Önöknek, méghozzá Vaszkó Bencék, és ezzel kapcsolatosan meghívtam természetesen Bencét, úgyhogy szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Mi is ez a összművészeti egyveleg, amire várhatunk, hiszen jövő héten kerül bemutatásra a, és akkor most dobolok. Az a Így bocskorosan című Gérec Attila Porté est, ami hát 2 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg vele nagyjából, és elsőre nem is így indult, hogy táncos, zenés, hanem csak egy irodalmi délután Gerlicki Andrással egyetemben, és Olajos Gáborral, szintén aki zenész, szintén zenész, aki egyébként a zenéket szerezte. Beszéltük, hogy de jó lenne egy ilyen ismertető portré estét tartani. De Gérec inkább Attiláról. Akkor gondolom a versekre fókuszáltatok volna, a felolvasásokra, aztán ez így kinőtte magát. Így van. Gondolom azért is, mert hogy a legtöbb ember így felkapja a fejét, hogy jó, de ki ez a Gérec Attila. Igen. Hát tulajdonképpen ugye ő egy 56-os költő, 56-ban amnestiában szabadult, de pár napra rá ugye sorozattűz áldozata lett, és tulajdonképpen az aktív évei az 2-2,5 év. És egyébként 27 évesen halt meg, hadifogságban volt fiatalon, aztán börtönben, honnan megszökött, a szökés után 3 napra rá elfogta a rendőrség, és újból bebörtönözték, 7 hónapi magánzárkára ítélve, úgyhogy nagyon eseménydús az élete. Tulajdonképpen ebből az ember levonhatja a konzekvenciát, hogy ilyen hányattatott élet mellett, vagy ilyen körülmények között is nyílik a virág, úgyhogy nagyon gazdag az életműve, és nagyon szépek a versei. Lendületesek, fiatalosak. Lendületesek, fiatalosak, hányathatott sors mellett is. Van esetleg egy fő csapásvonala, irányvonala neki, és így talán a ti darabotoknak is? Csapásvonala. Hát akár stílusban gondolok, vagy eszmeiség, nem tudom, hogy mi az, amit úgy megfogtatok vele kapcsolatosan, hiszen említetted, hogy 56-os hősről van szó, egy fiatal költőről, íróról, ugyanakkor a sport is közel állt hozzá. Igen, ugye olimpiai válogatott kerettag volt. A csapásvonal az tulajdonképpen a verses kötetében is van egy ilyen rész, ami a szökéséről szól, ami versek között néhány prózai naplószerű írással gazdagítja. És tulajdonképpen ezt vettem alapon, mert én írtam a szövegkönyvet, amikor arra gondoltunk, hogy ugye ezt be fogjuk mutatni. Zömmel versek vannak benne, amiknek a nagy százaléka ugye zene, megvan zenésítve.
És talán a mozgásnak is adtok teret, és akkor így fel is kérnélek, hogy meséld el, hogy kik azok, akik segítették a te munkádat, akár szereplők, előadók, zenészek, koreográfusok, hiszen lehet, hogy sokan vannak, ám mégis egy egységes magot alkottok így közösen. Igen, ugye mindannyian a Móricz Zsigmond Színház tagjai vagyunk, vagy a művészei. A koreográfiákat Vámosi Máté koreografálja, a zenéket Olajos Gábor szerezte, ugye az irodalmi történeti háttér, a történelmi irodalmi hátterét a Gerlicki András adja tulajdonképpen, és az előadók Pregicer Fruzsina, Olajos Gábor, Bende Kinga, Sió magam, és a zenészek még nagy hangsúlyt kapnak szintén ebben a produkcióban. Mikor és hol látható egyáltalán ez a darab majd jövő héten? 2016. január 22-én délután 3 órakor a Művész Stúdióban. Kiknek ajánlod amúgy ezt az egész estet vagy előadást? Tulajdonképpen mindenkinek. Ugye a Vidor Fesztiválon volt egy ilyen irodalmi délután, amin felbuzdulva így láttuk, hogy csillogó szempárok tömkelege, akit érdekel a művészet, és érdekel a verselés, érdekel ez a tömör, eszenciális műfaj. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Ugyan megígértem neked, sőt, itt is nagy közönség előtt megígérem neked, hogy februárban visszavárlak egy másik témával kapcsolatban, de akkor szóljunk erről, hiszen ma este 10 órától a Párnaember látható, februárban is lesz talán, meg a későbbiekben is? Február 15-én, igen, de az már este 7-kor. Hiszen a Párnaemberről egy pár szót szól, hogyha valaki így most így nem értve nézett rám, hogy mi ez a Párnaember. Párnaember a Martin McDonagh-nak a nagy sikerű ír drámaírónak a műve. Alapján készült, mert a szövegkönyvet ott is egy kicsit átírtam, igen. Ugye a novelláit balladává írtam át néhányat, és ott is van, nagy hangsúlyt kap a zene, és tulajdonképpen egy ilyen fekete, humorú társadalom kritikákat feszeget, társadalmi problémákat feszegető darabról van szó, ahol rengeteget lehet nevetni, sírni, úgyhogy rendkívül érdekes az is, úgyhogy oda is szeretettel várunk mindenkit. Február közepén akkor Párnaember, jövő héten pedig akkor itt lesz az Így bocskorosan. Én köszönöm szépen, Bence, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és arra kérlek, hogy maradj még, hiszen neked is ajánlok most január 29-i dolgot, hiszen ekkor indul el egy nem mindennapi rendezvény, amely országos keretet ölt főváros központtal, de természetesen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lesznek majd helyek, programok. Ez a Koffein hétvégéje, azaz a Maradj ébren velünk programsorozat a Koffein rajongóknak. Különleges teák és persze kávék mindenütt, mi most erre hangolódunk egy kicsit. A kávészó eredetének megfejtésére két megoldás is kínálkozik. Az elterjedtebb vélemény szerint egy etiópiai vidék Kaffa nevéből származik, ahonnan a kávét Jemenbe szállították. A másik lehetőség az arab kava szó, amelyből a mi kávészavunk ered, ez azonban eredetileg bort jelentett, s csak később vitték át a megnevezést a fekete italra. A 16. században már az egész arab világban a főzött, élénkítő hatású italt jelentette. Kávé. Egyik fő hatóanyaga a koffein. Akkor a teáé a tein? Jogos talán a kérdés, több internetes oldal is foglalkozik a kérdéssel. Mi is az a koffein? Többek között a kávé és a tea alkaloidja. Amíg nem sikerült azonosítani, a teában lévő élénkítő anyagot a koffeintől eltérőnek tartották, és teinnek vagy tininnek nevezték. Azonban kiderült, hogy a két vegyület egy és ugyanaz. A tein eredete tehát azokra az időkre nyúlik vissza, amikor a tea hatását misztifikálva külön terminusokat vezettek be a tea összetevőinek jellemzésére. No, de egy a lényeg, a koffein volt, van és lesz is, sok ember örömére.
A koffein élénkítő hatású, gyenge pszichostimuláns, valamint diuretikus hatású, továbbá enyhíti a fáradtság tüneteit és fokozza a munkaképességet. Ugyancsak közismert a mérsékelt mennyiségű koffeinnek a gondolkodásért felelős agyterületekre gyakorolt serkentő hatása, tehát fokozza a szellemi tevékenységet, javítja a szellemi funkciókat, gyorsítja a gondolattársítást, így a gondolatok világosabbá válnak, könnyebben és gyorsabban születnek, javítja az ítélet alkotást és a megfigyelő képességet, csökkenti a fáradtságot és álmosságot. Az izmok teljesítő képességét is fokozza, így módon a koffein serkentő hatása kellemesebb közérzetet is okozhat, pszichés labilitás, depresszió, lehangoltság esetén szokványos adagjai is növelhetik a probléma súlyosságát, izgatottságot, ingerlékenységet is okozhat. Ez fokozottan jelentkezik koffein érzékenység esetén, azonban ne feledjük, a koffeinnek lehetnek bőségesen mellékhatásai, ám megfelelő minőség és mennyiség bevitele szervezetünket leginkább csak serkenti. Ezt bizonyítja a koffein hétvégéje rendezvény is, amely főváros központtal mozgatja majd meg az egész országot több helyszínen január 29-től kávékkal, teákkal és programokkal. A Doni katasztrófa 73. évfordulója alkalmából tart Doni emléktúrát a Honvéd Csuli. Erről beszélgetek vendégemmel, Dankó László, valaki a Honvéd Csuli programvezetője. Szervusz, László! Szervusz. Tavaly is itt ültél, sőt, ha jól emlékszem, tavaly előtt is, ám sok minden változik az emléktúrával kapcsolatosan. Kezdjük az alapoknál, most már nem 75 kilométert fognak megtenni az emléktúrára jelentkezők, hanem egy nagyobb távot. Pontosan hány kilométerre lehetett jelentkezni? A tavalyi esztendő tapasztalata volt, illetve a tavalyi emléktúránk tapasztalata volt, a gyerekekben még maradt kraft erő, és igény merült fel arra, hogy 100 kilométer egy szép kerekszám legyen. Ez vannak még bővítési terveink, ugye 150 kilométerre kellene ezt fölhúzni, hogy legalább annak az 1500 kilométernek a 10%-át tegyék meg a kölkök, amit a akkori katasztrófában a második magyar hadsereg tett meg. 1500 kilométert gyalogoltak 73 évvel ezelőtt elődeink, ugye nem feltétlen csak a második magyar hadseregről van szó nyersen, hanem Nyíregyházáról, innen a térségből is nagyon sokan indultak a harcokba, és nagyon sokan el is estek. Nyíregyházától, ha jól tudom, akkor több mint 4000-en indultak el, és nagyon kevesen tértek haza. Így van, tehát gyakorlatilag ugye a 12. Honvéd gyalogezred az, amelyik Nyíregyházához kötődik. Sajnálatos, de talán ebben is lépéseket fogunk tudni tenni, hogy annak a gyalogezrednek a hagyományait is megpróbáljuk felemelni. Nyíregyháza katonaváros volt, most nem az. És ezt a fajta dolgot megpróbáljuk, mint hiánypótló lehetőség gyanánt a Honvéd Csulit alkalmazni, használni erre. Ugye a második Rákóczi Ferenc 12. Honvéd gyalogezredet, mint Nyíregyháza helyi ezredét valamilyen szinten azért megjelenítsük, akár most már ebben a Donni túrában is, hiszen nagy sikerünk az, hogy nyertünk pályázatot a Honvédelmi Minisztériumnál, és kimondottan hagyományőrző egyenruhákat, tehát második világháborús hagyományőrző egyenruhákat sikerült készítetni, és így már autentikusan megjelenésében is. Már az emléktúrára is, akkor ebbe tudtok esetleg gyalogolni. Az emléktúrán kik fognak amúgy részt venni? Gondolok itt arra, hogy csak és kizárólag a Honvéd csulisok vehetnek részt, és csak megyebeliek, vagy kik? Tehát gyakorlatilag a Honvéd Csuli, mint főszervező van ebben, de megszólítottunk azt a 20 településnek az önkormányzatát, iskoláit, egyházait, amelyeken át fogunk haladni. Alapvetően országosan meghirdettük a programunkat, illetve ezt a emlékmenetet, és ma már ugye visszajelzések alapján tudjuk azt, hogy Budapestről akár a gyermekotthonból és a Hűvösvölgyi gyermekotthonból nevelő tanárral gyerekek fognak érkezni erre a túrára, illetve Salgótarján fölül Karancsberényből többen jelezték, hogy érkeznek, tehát Dunántúról jönnek. Véleményem szerint az a 100-120 fő, amit mi úgy terveztünk, hogy körülbelül, az bőven meg lesz, sőt.
Hála jó égnek, igen. Mondom én ezt, mert ez tényleg egy jó kezdeményezés, egy jó elgondolás, ugye már évek óta szervezitek ezt. Idén honnan indultok és hova érkeztek, hiszen ugye bővült a távotok, és így gondolom több települést is érintetek. Így van, tehát gyakorlatilag Dombrádról indulunk ugyanúgy, ahogy azt eddig tettük. Hány órakor? Csak arra gondolok, hogy esetleg, ha valaki mondjuk meg szeretné nézni az elindulást, vagy még csatlakozna hozzátok. És javaslatként is köszönöm szépen, hogy használhatjuk ezt a fórumot erre. Tehát Dombrádról indulunk 10 órakor, tehát 3-4-10-kor lesz egy megemlékezés Dombrádon is. Ez 22-e? Péntek. És az aznapi menettávunk az ugye cirka 25 km, illetve átlagosan napi 25 km-t teszünk meg, és Dögében fogunk éjszakázni. Dögében lesz egy hosszabb, egy nagyobb volumenű istentisztelettel egybekötött, emlékistentisztelettel egybekötött megemlékezés, ahol a 32-es honvéd díszegységnek a parancsnoka Budapestről, illetve a honvéd koronőrségnek a parancsnoka is egyben ő, az Ádám Barna ezredes úr fog minket meglátogatni, illetve egy előadást fog tartani ebben a témában a templomban. Aztán megalszunk, és akkor másnap indulunk tovább Kisvárdán keresztül Szabolcsbáka irányába. Szabolcsbákán szintén megéjszakázunk. Ott is hasonlóképpen Isten tiszteleti, és oda dr. Tölle László ezredes úr fog érkezni vendég előadóként, illetve vendégként, aki most a Közszolgálati Egyetemen is tanít, egyébként a témában tényleg autentikus személyiség. Majd folytatjuk másnap, következő nap az utunkat Szabolcsbákáról Levelekre, ahol eddig a vége volt. Na most Leveleken szintén a 25 km, illetve ott egy kicsivel több lesz, akkor este szintén istentisztelet, és istentisztelet után a múzeumigazgató úr, Bene igazgató úr fog nekünk előadást tartani, éppen a Nyíri bakák a Donnál című könyvének apropóján, illetve annak témájában. És akkor a hétfő reggel indulunk tovább Levelekről, Gégény lesz a végpontja ennek a túrának, tehát ez így 100 kilométer. Ez így kerek egész, és akkor én csak ismételni tudlak, kedves László, hogy Dombrádról indultok majd 22-én délelőtt 10 órakor, és 100 kilométer és pár nap eltelte után Gégényhez érkeztek majd. Ez egy országos megmozdulás, és aki csak teheti, és van kedve, ideje, az mindenképpen csatlakozhat hozzá. És fizikai értelemben is emlékezni akar ugye a második magyar hadsereg veszteségeire, illetve erre az offenzívára, aminek ugye a fordulópontja 12-e ugyan, országosan már többnyire lementek a megemlékezések, de ugye ezt az emléktúrát ebben, mivel gyerekeket érint, illetve többnyire azok, akik érkeznek hozzánk, ezt az időpontot találtuk, illetve most lett volna most hétvégén, mint ahogy tavaly is, meg tavaly előtt is, csak ugye tapasztalás volt az, hogy nyolcadikosok most felvételiznek, és akkor pont ez a hétvége, ez nem megfelel, tavaly is kimaradtak a nyolcadikosaink az emléktúrából, ezért eltettük egy héttel később, tehát ez az apropója annak, hogy később indul ez most. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogyha már ilyen egyenruhában vagy, akkor méltán mondhatom, hogy helycserés támadással nem sokára jön az új fehértói vendégünk, addig pedig láthatnak egy kis programajánlót. Ahogy ígértem, itt van az újfehértói vendégem, Fogarasiné Tóth Zsuzsanna, muzeológus. Szervusz, Zsuzsa! Szervusz! Annak apropóján hívtalak meg, hogy egy jubilálás van most a településeteken, nevezetesen a Zajti Ferenc helytörténeti gyűjtemény művelődési központ és könyvtár házatáján. Mesélj magáról az intézményről, ugye a helytörténeti gyűjteményről, meg hát a jubileumról. Hát egy nagyon szép kerek évszámunk van, már egy kicsit nagyobbak vagyunk, mint egy 18 éves, pont 20 évesek lettünk tavaly évben, október 27-én, 1995-ben alapult a helytörténeti gyűjteményünk, és idén ünnepeltük ezt a nagyon szép évfordulót, és ennek kapcsán azt is el kell mondani, hogy elhelyeztünk egy időkapszulát,
és ebbe a 20 évünknek a minden szépségét és jóságát beletettük. Reméljük, hogy az utókor számára, akik majd esetleg 20, de lehet, hogy 50 vagy 100 év múlva megtalálják, akkor tudnak rólunk egy kicsikét többet, és esetleg emlékeznek jó szemmel ránk. Ezt a 20 évet még egy ideig meg lehet lovagolni, de már lassan-lassan, ugye azt mondhatjuk, hogy 21 éves a gyűjtemény. Igen, ez egy szerencse szám lesz. Abszolút, reméljük. A 21 az mindig, ugye főleg a magyar, mondjuk népmesékben is, ugye mennyire fontos szám a 21-es. Reméljük, hogy a gyűjtemény életében is. Milyen érdekes kiállítást ajánlanál most a nézők figyelmébe? Hát ez megint egy kicsit vissza kell térnünk, mert hogy 20 évesek lettünk. Eddig is mindig nagyon fontos hangsúlyt kapott számunkra az, hogy olyan kiállítás jelenjen meg a gyűjteményben, ami egy vidéki város számára, egy vidéken élő számára esetlegesen ritkasságnak tekinthető, így például elhozzuk a különböző más tájegységeknek a tájoló kapcsán a gyűjteményeit, illetve volt az új fehértói kincseink. Most egy olyan kincset hoztunk el a városba, amely a névadónkhoz, Zajti Ferenchez kapcsolódik. Zajti Ferencről nagyon kevesen tudják, hogy ki volt, ő mivel foglalkozott, ő egy orientalista, én azt mondanám, inkább polihisztor volt, és ő az ős magyarság kutatásával foglalkozott, egyébként nagyszerű festőművész volt. Csontvári azt gondolta, hogy ő lesz majd a művészetének a folytatója, de ő inkább a tudomány fele fordult, és Indiába kereste a magyaroknak az őseit, Észak-Nyugat-India, Rajasztán és Gudzsarát területén, és egy gyönyörűséges anyagot hozott el onnan, néprajzi, népművészeti anyagot, amely jelenleg a Szépművészeti Múzeumban, illetve azon belül a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak a gyűjteményében található. Tehát Újfehértón most a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak az anyaga látható, amely 1929-ben indult el ide, Magyarországra, és 29-ben az Iparművészeti Múzeumban, és 2015-ben pedig nálunk Újfehértón látható újra. Ez milyen jellegű kiállítás vagy tálat? Miket láthatunk, nézhetünk meg? Tehát ez most képekről szól, vagy annál sokkal-sokkal több? Igazából két részre lehet bontani a kiállítást. Zajti Ferenc nagyon sok üvegnegatívon fényképezte az ott élőket. Ugye ott a fehér hunokat kereste, és ezért igazából antropológiai vizsgálatok miatt hasonlóságokat keresett, hogy mennyire maradt meg, ugye a fehér hunok Indiában egyébként emlékeznek, és a történetírók ezt le is írják. Tehát egyrészt képi anyagunk van, viszont van tárgyi anyagunk, ezek textíliák, elsősorban szárik, illetve különböző olyan viseleti darabok, amelyeket ő gyűjtött, tehát körülbelül olyan 150 évesek ezek a textilek, amelyek most a múzeumban láthatók. Hoztál ide a stúdióba egy tarsolyt, most ez hogyan kapcsolódik ehhez a témához, és akkor közben megpróbálom mutatni a kollégáknak is majd. Igazából ez azért nagyon fontos, mert hogy Újfehértó, hogy ha már ős magyarság kutatás, akkor büszkélkedhet egy honfoglaláskori temetkezési együttesnek a Micske pusztán találták meg az 1912-ben, és az eredetije, az most Jósa András Múzeumban található ennek a lelet együttesnek. Az az érdekessége, hogy találtak egy tarsolyt, illetve egy tarsoly lemezekkel borított tarsolyról beszélünk, ennek látható most itt a rekonstrukciója. Ebből a tarsoly lemezből 21 darab van az országban, 21-et találtak. Ez valószínű, a tarsoly lemezt az hordhatta, aki valamilyen magas rangot töltött be, a törzs feje lehetett, vagy legalábbis nagyon gazdag és megbecsült személyiség volt. Már a lemezekből gondoljátok, és ugyanis mindenkinek volt tarsolya a honfoglalás időszakában, de nem mindenki rendelkezett fémből készült veretekkel ezen a tarsolyon. A miénk az egy bronz alapú ezüstödött veret. Miért tartott fontosnak amúgy, hogy nyissatok ennyire a világ felé, és hogy
hát mondhatni úgy, hogy a megyebeliek is megismerjenek titeket, ne feltétlen csak az újfehértújak. Fontos ez számotokra, akár ott dolgozóknak, Újfehérton élőknek? Én azt gondolom, hogy egy kisváros lakosainak nagyon fontos az, hogy megismerjék, hogy megismerjék azt a csodálatos kincset, amelyet a városunk képvisel, tehát olyan különleges kulturálival rendelkezik a városunk, pontosan azért, mert a hajdúság és a nyírség határán van, illetve olyan épített örökségeink vannak, a kastélyainkat én nagyon szeretem emlegetni, illetve a társadalma, a története is olyan különleges a városnak, amit azt hiszem, hogy elsőrendű feladatunk bemutatni. Egyrészt megismertetni az identitás tudat erősítése miatt az ott élőknek, és az ide látogató turistáknak is. Szikestől India homokjáig címet viseli ez a kiállítás, amiről ugye egy perccel ezelőtt még beszéltünk, de nem csak ez várja majd még az érdeklődőket, ugye jelen esetben talán márciusig magába az intézménybe. Lesznek amúgy húzó programok, vagy már tervezett rendezvények nálatok? Igazából már összeállt a rendezvényprogramunk. Nagyon, de ugye ez Zajti Ferenc újfehértói volt, tehát ezért a Szikestől India homokjáig, ugye erről nem beszéltem. És akkor most pedig tervezünk a múzeumok éjszakájára majd egy különlegességet megint. Hát most egy kicsit a fegyverekre, a fiúknak fogunk kedvezni, de lesznek kiállításaink helyi művészeknek. Tehát nagyon fontos az is számunkra, hogy a helyi művészeknek, ipari és képzőművészeknek egyaránt, és a fiataloknak lehetőséget biztosítsunk a bemutatkozásra. Nagyon jó elgondolások lesznek akkor 2015-ben is Újfehértón. Zsuzsai, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és várunk titeket még ebben az évben nagyon sokszor, mert akkor az azt jelenti, hogy sok programot tudtatok szervezni. Köszönjük szépen mi is a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk, és nagyon szeretettel várunk mindenkit Újfehértóra, a helytörténeti gyűjteménybe, a könyvtárunkba, illetve hát a művelődési házunkban pedig olyan programok vannak, amelyek szerintem mindenki számára egy nagyon szép, akár esti, akár délutáni elfoglaltságot fog jelenteni. Köszönjük szépen! Mi kell, mi kell, mi kell!